Ilyenkor az iskola épülete is ünneplőbe öltözik, nem csak a látvány, de az illat is maradandó emlék. A folyosón a korlát és a falag is virágdíszt kapnak. A balagási ünnepség megkezdése előtt a búcsúzó diákok az iskola zászlóját követve végigjárták a termeket és a folyosót. Ki meghatottan, ki jókedvűen köszönt el a jól ismert környezettől, attól a helytől, ahol életük meghatározó éveit töltötték. Facsar András, a Karcagi Szakképzési Centrum Varró István Technikum szakképzőiskola és kollégium igazgatója televíziónknak elmondta, hogy idén 50 diák ballag el az iskolából. Ennek az iskolában nem csak oktató munka folyik, hogy hogyan kell mesterfogásokat végezni, hogyan kell az asztalosnak, festőnek, különböző szakmáknak a dolgait csinálni, hanem itt azért ez valóban az életre is neveljük, az iskola nevel is. Neveljük arra, hogy hogyan kell reggel megérkezni, hogyan kell becsülettel megcsinálni a munkát, hogyan kell egymásra is figyelni, hogyan kell csapatban dolgozni, ha kell, hogyan kell egyedül, önállóan dolgozni. Igazgató úr hozzátette, hogy az érettségi és a szakvizsgák komoly felkészülést igényelnek, de úgy gondolja, hogy az iskola tökéletesen felkészítette a tanulókat, a diákok pedig mindent megtettek annak érdekében, hogy sikeresek legyenek a megmérettetésen. Speciális helyzetben vagyunk, mert ez az első év, mikor a technikumi tanulók már előre hozott érettségit tesznek 3 tantárgyból, de még jövőre végeznek. Ezért sok iskolában a technikusok ballagása az most hiányérzetet kelthet. Nálunk egy érettségiző osztály van, amely egy olyan jellegű képzés, ahol a szakképzéssel rendelkezők részére egy 2 éves felkészítő tevékenység, ők fognak érettségizni, illetve van 3 szakképzős osztályunk, amelyben a 11. A osztály asztalos festő, a 11. B osztály gépi CNC forgácsoló és kereskedelmi értékesítő, és a 11. C osztály, akik szakácsok lesznek, bízunk benne, és május-június során zajlanak a vizsgák, amely egy újszerű vizsgarendben zajlik. Mi a felkészítést megtettük, és együtt szurkolunk, együtt izgulunk a diákokkal. A diákok egyöntetűen állítják, hogy pár évvel ezelőtt nagyon jó kis közösségbe csöppentek bele. Az elmúlt évek alatt valószínűleg életre szóló barátságok is köttettek. 4 évet töltöttem ebbe az iskolában, ugye 3 év a szakma is. Ugye ágazati vizsgáknak köszönhetően az érettségét lehozom 1 év alatt. Különböző vizsgákat tettem a gimnázium anyagból, így 1 év alatt megszerzem az érettségit is. Egyébként nagyon sok barátot szereztem ebben az iskolában, nagyon szeretem a tanárikat, minden tanárral nagyon jó kapcsolatom volt, és így a közösség is teljesen normális volt. Nagyon sok programon vettünk részt együtt, kirándulásokon, szakmai versenyeken, sportversenyeken. A diákoknak már komoly terveik is vannak. Kardos Krisztián elmondta, hogy minél előbb szeretne elhelyezkedni szakmájában. Szeretnék elsősorban elhelyezkedni egy vállalkozó mellett, dolgozni jobban, minél jobban kitanulni a szakmát, minden fortéjait, majd utána, hogy telik az idő, egy vállalkozást indítani és ebben elhelyezkedni. A ballagási ünnepségen jelen volt Vida Tamás, a Karcagi Szakképzési Centrum főigazgatója is, aki riporterünknek elmondta, hogy nagyon büszke a diákokra. A tanulók kiváló eredményeket értek el országos versenyeken is. Kiemelném a szakmasztár országos döntőjébe jutott 3 fiatalt, akik a festőmázoló szakmán belül országos 5. helyet, 2. helyet és 1. helyet hoztak el. Ez egyébként, ez a szép eredmény, ez már mondhatjuk azt, hogy hagyomány, mert itt olyan oktatói gárda dolgozik, akik évről évre rendszeresen juttatják országos versenyek döntőibe, vagy akár a csúcsra is a gyerekeket. Ennek lehet talán a következménye az, hogy az országos vizsgaszervezésért felelős felettes szervünk, az NSFH vizsgaszervezési osztálya megkeresett nemrég bennünket, hogy ebben a szakmában közreműködnének-e az itteni kollégák az országos vizsgafeladatsor összeállításában, lektorálásában. Ez egy nagyon megtisztelő megkeresés, mert hát mégiscsak mondhatjuk azt, hogy Budapesttől egy kicsivel távolabb kell nézni ahhoz, hogy ellássanak így Karcagig. Úgyhogy borzasztó nagy büszkeség ez számunkra, és én azt gondolom, hogy példaként szolgál mind a felnövekvő diákok számára, mind pedig az oktató kollégák számára, hogy a befektetett munka az meghozza a gyümölcsét és az eredményét. Életük egyik fontos korszaka lezárult át a ballagó diákoknak. A Karcag Televízió valamennyi munkatársa nevében sikeres vizsgaidőszakot kívánunk a tanulóknak.